Köszöntöm nézőinket, Önök a Telena magazint látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Nézzük, mit kínálunk a következő percekben. Befejeződött az útépítési program, nulladik nap a gimnáziumban. A tanév kezdetére készülnek az általános iskolában is, felkészültek az ovisok fogadására a tolnai óvodákban. A Mohácsi csata emléke előtt tisztelegtek Tolnán. Befejeződött az a járda és útépítési program, melynek keretében a város több pontján sikerült javítani a közlekedés feltételein. Ma Tolnán egyetlen olyan utca van, amely nem rendelkezik szilárd burkolattal, de a tervek szerint ez a helyzet hamarosan megváltozik. Az önkormányzat arról is döntött, Tolna is visszaadja a vízi közmű vagyont, és ezzel a szolgáltatási kötelezettséget a magyar államnak. A most műszaki átadáson átesett fejlesztési csomag minden eddiginél nagyobb horderejű volt, mondta Alperszofer Ágnes polgármester. A kormány 186 millió forinttal segítette a várost, ennek köszönhetően több ponton is sikerült a már megkopott vagy balesetveszélyes út és járda szakaszokat korszerűbbé tenni. A munkálatok a tavasz beköszöntével kezdődtek, és a napokban értek véget. Maradtunk annál a rendnél, hogy amit a város a fő közlekedési járdáin épít, ezek térköves járdák, tehát sokkal esztétikusabb is, és sokkal könnyebb javítani is. Tehát bármilyen sérülés keletkezik a járdán, akkor így én azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbben lehet felbontani és újra lerakni. Tehát majdnem 3000 négyzetméter járda tudott így megújulni. A Deák Ferenc utca most már teljes egészében térköves utca. Ez azt jelenti, hogy az utolsó rész az a kápolnától az egészségházig való járdának a felújítása zajlott most. Azt is számba vettük, hogy melyek azok az utcák, ahol az út burkolatát kell javítani. Ugye szilárd út burkolattal viszonylag jól állunk a városban, tehát a Napraforgó utca kivételével mindenhol van szilárd út burkolat. De hát ezek jelentős része már rossz állapotban van, és csináltunk egy út a jövőbe, út és járda felújítási programot, amelyben felmértük, hogy melyek a legsürgetőbb feladatok, hogy miket kell a legsürgősebben felújítanunk, és így esett a választásunk a Bartók Béla utcai szakaszára, illetve az Eötvös utca egy jelentős részére az iskola mellett, aztán a Mözsi Dobó utcára, úgyhogy... És illetve a Pajtatérre, ahol szintén nagyon, nagyon kaotikus volt a helyzet, ott sikerült más forrásból közvilágítást is kiépítenünk. A projekt 4500 négyzetméter út és 3000 négyzetméter járda korszerűsítését tette lehetővé. Egy másik projektben a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványtól is kaptunk támogatást. Ez egy összegében jóval kisebb összegű támogatás volt, de úgy gondoltuk, hogy ebből a gimnázium udvarának egy olyan aszfaltos része kerül megújításra, ahol zömmel gyalogosok és kerékpárosok járnak. Ez gyakorlatilag a kaputól egészen az uszodáig, illetve a játszóházig tart. Ez is el tudott készülni, tehát most, hogy indul az új tanév a gimnáziumba, így, mert fontos volt, hogy minél kevesebben használják ezt a szakaszt az útépítés során, és ez is meg tudott újulni. Ahogy korábban már hírt adtunk róla, a vízközmű szolgáltatások áramdíja jelentős mértékben emelkedett. Ez a szolgáltatást végző Erőv Közmű ZRT esetében azt jelenti, hogy mi 2021-ben 360 millió forint szolgáltatáshoz kapcsolódó áramdíjat fizettek ki, ezenben az évben 1,2 milliárd forintra növekedett. A fenntartó 51 önkormányzatnak döntenie kellett, ki gazdálkodja a megnövekedett költségeket, vagy visszaadja a közmű vagyont és ezzel a szolgáltatási kötelezettséget az államnak. 2013-ban mi, amikor megszűnt a tolnai vízmű, vagy legalábbis átadásra került a vagyonüzemeltetésre az Erővnek, de nyilván az önkormányzat tulajdonában maradt. Itt értem ez alatt nyilván a föld alatt lévő vezetékeket, magát az ivóvíz bázist és annak a kezelőfelületeit, átemelőket, szivattyúkat, mindent, a víztornyot, illetve a 2015-ben felújításra került szennyvíztelepet is. Mi ezt most át fogjuk adni az államnak. Voltak kérdések a képviselők részéről nyilván, hiszen a vagyonról lemondani sosem egyszerű dolog, de én elmondtam testületi ülésen, és a lakosoknak is el szeretném mondani, hogy ezt gyakorlatilag, mi a 90-es évek
Ben, egészen addig ez állami vagyon volt, és akkor kapta meg a város, tehát gyakorlatilag mi nem adtunk pénzt ki értem, most a mi alatt nyilván a várost értem, illetve itt nem egy csili-vili rendszerről beszélünk, igaz, hogy a legrégebbi felújítás az a szennyvíztelep felújítása, ami nagyon sokba került, de ezt is önerő nélkül pályázati forrásból történt. Ennek tudatában Tolnán az volt a jelen helyzetben a legoptimálisabb megoldás, hogy visszaadjuk a vagyont állami tulajdonba, mondja a város polgármestere. Az előbb korábban már jelezte az önkormányzat felé a tavalyi év végén, hogy idén többszörösére nő majd a szolgáltatási díj, így a helyzet nem érte váratlanul a döntéshozókat. Egész egyszerűen ő nem tudta finanszírozni, és az önkormányzat, mint tulajdonosnak kellett volna helytállni, tehát a lakosság arányosan, vagy szolgáltatási terület arányosan be kellett volna ezt fizetnie a revízbe, és az erőv ebből tudta volna fizetnie a szolgáltatónak az elektromos áramot. Ez a mi esetünkben még a tavalyi éven számolva ilyen 152 millió forint lett volna, közben annyira megemelkedett az energia ára, hogy ez akár közelíthet a 200 millió forinthoz is, vagy akár meg évvégéig, akár ezt meg is haladhatja. Én azt gondolom, hogy a felelős döntés az, hogyha számítva arra, hogy az önkormányzat energiabeszerzése is nagyon-nagyon meg fognak drágulni, így az, amiről le tudunk mondani, de ettől függetlenül nyilván itt marad a városba, és az egészséges víz és a szennyvíz biztosítása nyilván nagyon-nagyon fontos, de hát az állam fogja átvenni tőlünk. Tehát nem egy profitorientált cégnek adjuk át, aki majd itt kiszipolyozza benne lévő lehetőségeket. Én azt gondolom, hogy ez egy nehéz, de nagyon fontos és mindenképpen előremutató döntés volt. Közel 60 új diák kezdi meg szeptember 1-én a tanévet a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. A nyári szünet utolsó napjaiban a gyerekek egy közösségépítő program keretein belül megismerkedtek az iskolával, a tanárokkal és természetesen egymással is. Még nem kezdődött el az iskola, a táblán még ott maradt a vakáció felirat, de már diákok népesítik be a Tolnai Gimnázium tantermeit és folyosóit. Évek óta hagyomány az intézményben, hogy az iskola kezdés előtt a nulladik napon fogadják az újonnan érkező 7. és 9. osztályos tanulókat, hogy azok még évkezdés előtt kicsit megismerkedjenek egymással, a pedagógusokkal és az intézménnyel is. Valójában ez egy közösségépítés is, illetve hát azért új iskolába, új környezetbe kerülnek, azért csak van mindenkiben egy kis szorongás, egy kis félelem, hogy milyen lesz, mi vár rájuk, és ez egy picit föloldja ezt a szorongást, ezt a félelmet, és találkozhatnak a kollégákkal, tehát amikor majd első nap jönnek, akkor már nem lesz annyira ismeretlen. Az osztályoknak is, a közösségnek is jó, hiszen főleg ahol a magasabb létszámú osztályokról van szó, mint például a 7. osztály, ott azért mégiscsak jobb, ha először egy picit bemutatkoznak, megismerik egymást, ki csoda, mivel szeret foglalkozni, mi érdekli, illetve megpróbálnak az osztályban közös célokat megfogalmazni. Mit várnak a sulitól, mit szeretnének, mik lennének azok a célok, amiket majd úgy évvége felé szeretnének elérni. Ez egy kicsit összekovácsolja, összetartja a közösséget az elején. Idén két új osztály is indul, egy 4 és egy 6 évfolyamos a Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban. Őket két felújított tanterem is várja, új padokkal, felszerelésekkel, interaktív táblával. Szeptember 2. felében pedig egy gólyaavaton vehetnek részt a gimi új tanulói. Amikor valóban az egész hét arról szól, hogy ne csak egymást ismerjék meg, hanem a felsőbb éveseket is, és az iskolát, és bemutatkozzanak, mint közösség. Játékosan, versenyezve egymással, de mégiscsak ez arról szól, hogy ők mutatkozzanak be, őket ismerjék meg. A nap során a gyerekek bejárták az intézmény szinte minden szegletét, megismerkedtek az iskola légkörével, környezetével és a tanárokkal is. Most egy állomáson úgymond megismerik a magyar szakos kollégákat, a fizika szakos kollégákat, az idegen nyelveket tanító kollégákat, illetve a Magházba is átmennek, történelmi szakos kollégákat várják őket, és egy picit ismerkednek játékosan, érdekesen, kis rejtvény, kis
játék, kis mozgással, mert természetesen a testnevelés szakosok is várják őket. Tehát egy picit ismerkednek így a kollégákkal és a tantárgyakkal. Volt egy töritábor is, ahol a hetedikeseknek úgy körülbelül a fele, vagy több mint a fele itt volt 3 napon keresztül, tehát már nem teljesen ismeretlenek most sem számunkra, és hát talán az iskola sem nekik. Igen, talán egy picit nyugodtabban, bátrabban tudják elkezdeni az ismeretlen környezetben az új tanévet. A Tolnai Gimnáziumban szeptember 1-én összesen 56 fiatal kezdi meg a 2022-23-as tanévet. Számos feladat vár a Tolnai Vosinszky-Mór általános iskolában dolgozókra. Amellett, hogy a színvonal megtartására törekednek, meg kell küzdeniük többek között a pedagógus hiánnyal, és kihívásnak számít majd a mösi gyerekek beintegrálása is. Minden iskola év kezdetén a pedagógus társadalom arra készül, hogy nehéz hónapok elé néznek. Aztán a következő évben bizonyítja, hogy amit nehéznek hittek, mégse volt annyira az. Ezzel a felismeréssel a tarsolyukban vágtak neki Tolnán is az idei tanévnek. A legnagyobb kihívást intézményünkben a szakos ellátottság biztosítása okozta. Több kollégánk ment nyugdíjba, 4 pedagógus és 2 technikai dolgozó. Heten pedig úgy döntöttek, hogy más intézménybe folytatják a munkájukat. Van, aki el is hagyta az oktatást, és valaki pedig másik iskolába helyezkedett el. A meghirdetett szakos állásainkat nem igazán sikerült betölteni. Itt úgy oldottuk meg, hogy megnéztük, hogy a tanítók milyen műveltségterülettel rendelkeznek, és műveltségterületüknek megfelelően felsőbe is feltanítanak, illetve óraadókkal. A július 29-én megjelent magyar közlönyben nekünk is nagy segítség volt az, hogy nyugdíjas pedagógusokat is visszafoglalkoztathatunk. 5 nyugdíjas kollégánk vállalta azt, hogy a 22-23-as tanévben teljes 75%-os vagy 50%-os részmunkaidőben segíti a munkánkat. Állandóan változik a gyerek létszámban, aki az utolsó pillanatban dönt az iskola változtatás mellett, mondja Takács Zita, de megközelítően 730 diákkal kezdik a tanévet, ami 31 osztályt jelent. 4 új első osztállyal indul a tanév, ami 90 kisdiák érkezését jelenti. A Vosinszkyban nagy változást jelent, hogy itt kaptak helyet a bezárt mözsi iskolában tanuló diákok is. Sikeresen megoldottuk a mözsi gyerekek helyzetét is. A negyedik D-osztály, 5. D-osztályként ide a Bartók utcába került elhelyezésre, és lehetőségünk adódott 2 eddig szakterteremként működött 2 technikaterem átalakítására, felújítására. Az egyikre itt egy nyelvi terem kialakítása kerül sor, a másikba pedig egy történelem szaktanterem. A mözsi gyerekek ugyanazon a folyosón vannak, mint a többi 5-es, 6-as évfolyamú osztályunk. A többi osztály tekintetében figyelembe vettük, hogy a gyerekeknek, ha voltak nagyobb testvéreik, akkor melyik intézménybe tanultak, oda kerültek, és hogyha szülő úgy érezte, hogy valami miatt ő mégis más osztályt szeretne a gyermekének választani, kérvényt adhatott be. A kérvényeket mindig egyesével megvizsgáltuk, és amennyiben lehetséges volt, helyt adtuk a kéréseknek. Az idei tanév tehát tele lesz kérdésekkel Tolnán is. Hogyan vészelik át az energiaárak emelkedésének hatását, hogyan sikerül a mözsi gyerekek integrációja, és miként lehet megoldani a pedagógus hiányból adódó helyzeteket. Mindemellett pedig arra készülnek, hogy továbbra is színvonalas oktatást biztosítsanak az idejáró több száz általános iskolásnak. Most rövid reklám következik, majd arról számolunk be, hogyan készülnek a tolnai óvodák az új nevelési évre. Maradjanak velünk, mindjárt folytatjuk a Telena magazint. Autója elromlott? Kötelező szervizre van szüksége, vagy csak ellenőriztetni járműve állapotát? Akkor keresse az Antal Service Kft-t, a Bosch Car Service hálózat partnerét. Autóját prémium minőségű Bosch alkatrészekkel javítjuk. Bosch Assistance szolgáltatásunk keretében meghibásodott járművét ingyenesen beszállíthatjuk. Vállalunk továbbá műszaki vizsgáztatást, eredetvizsgát, teljes körű számítógépes diagnosztizálást, gumijavítást, centírozást, benzines befecskendezők javítását, klímafeltöltést és javítást.
Új szolgáltatásaink automata váltó olajszerviz professzionális átöblítéssel, üzemanyag és szívórendszer tisztítás, porlasztók bevizsgálása alacsony és magas nyomású rendszerekre. Gyors, precíz ügyintézéssel, helyszíni biztosításkötéssel nagy szakértelemmel vár mindenkit az Antal Service Kft. Tolnán a Szedlesi utcában. Telefon 74-es körzet 540-703. Jogosítványt szeretne? Kapcsoljon velünk turbofokozatra. Autós iskolánkban moped, motorkerékpár, személy- és tergépkocsi, valamint nehéz pótkocsi kategóriában állunk rendelkezésre gyakorlott oktatókkal. Klimatizált tantermeinkben számítógépen zajlik a vizsgafelkészítés, de vállalunk távoktatást, e-learninget is az összes kategóriában. Részletfizetés lehetséges. 20 éves korig 25 ezer forintig állami támogatás is igénybe vehető. Kapcsoljon velünk turbófokozatra, Turbóautós iskola Tolna, Deák Ferenc utca 5. Közel 350 gyerek népesíti majd be Tolna város óvijait. A pedagógusok már felkészültek mind az 5 intézményben a kicsik fogadására. Egy évnyitó értekezlet keretein belül minden fontos információt megkaptak a vezetőségtől a nevelési évvel kapcsolatos feladatokat illetően. Szeptember 1-én pedig tártkarokkal várják az óvónénik a régi és az új óvisokat is. A tolnai óvodákban a nevelési év közelettével tanévnyitó értekezletet tartottak, ahol a pedagógusoknak munkavédelmi oktatáson, majd egy adatvédelmi tájékoztatón kellett részt venniük. Itt minden olyan fontos információt megkaptak az adatvédelemmel kapcsolatban, amire az év folyamán szükségük lehet. Délután pedig az óvónőket és a dajkákat érintő feladatokról esett szó. Ugye az előző nevelési évben a felmérések, értékelések alapján, hogy a gyermekeknél milyen területeken kell fejlesztéseket végezni, mikor várhatóak a szünetek, ugye az energiatakarékossággal kapcsolatban is felhívom a figyelmeket, aztán a jogszabályi változásokkal kapcsolatban, és ami nagyon fontos, hogy az elmúlt év folyamán, amilyen személyi változások történtek, azokat fogom velük megosztani. Tolna 5 kisded óvójában körülbelül 278 gyermek kezdi meg szeptember 1-én a nevelési évet, hozzájuk csatlakoznak majd folyamatosan a harmadik életévüket betöltött kicsik, így velük együtt a hónap végére körülbelül 340 gyerek népesíti majd be a város óvodáit. Lesz olyan telephely, amely már szeptember végére teljes teltházzal lesz, a többi óvodában is 2-3-4 férőhely van csoportonként, év végére várhatóan olyan 380 körülre fog telítődni. Ez attól függ, hogy évközben esetleg még mennyien fognak költözni. Az év folyamán reméljük, hogy most már vissza tudunk állni ugye a régi kerékvágásba, és mindegyik óvoda a saját programját a szülők körében megtarthatja majd. Ebben nagyon bízunk, mert azért a szülő és a pedagógus gyerekek közötti kapcsolatot ezáltal jobban tudjuk építeni. És még amit nagyon szeretnénk, és kapcsolatban állunk a fenntartóval, hogyha nem tudom, hogy melyik évben várható egy nagyobb pályázat, és akkor ígérték meg, hogy az óvodák udvarait fogják fejleszteni. Ezt nagyon várják az óvodák, úgyhogy bízunk benne, hogy esetleg erre az idei évben sor kerül. 3 új óvonő is csatlakozik az évkezdéshez, és látja majd el a kicsikkel kapcsolatos pedagógiai feladatokat. Egy csoportban lesz egy óvonéni egyedül, de a fenntartó felé egy kérelmet írok, mert van egy olyan dajka a szervezetünkben, aki most lesz végzős hallgató óvonőként, és szeretnénk őt kiemelni pedagógiai asszisztensi státuszba, hogy ő akkor tudná segíteni az óvonőnek a munkáját ebben az évben. És bízunk benne, hogy ez sikeres lesz. Nagyon jó helyzetben vagyunk még az országos szinthez képest. Eddig lekopogom, minden évben sikerült óvónőt találnunk, és most már ugye változott a törvény, és vissza lehet foglalkoztatni a nyugdíjasokat is, úgyhogy a nyugdíjat megtarthatják ebben a nevelési évben, és van már olyan nyugdíjas pedagógus, aki jelentkezett, hogyha esetleg lesz hiány, akkor ő szívesen visszajönne dolgozni, úgyhogy bízom benne, hogy a jövő évben is találunk még pedagógust, mert most ebben a nevelési évben is 3 pedagógusunk nyugdíjba fog menni, és a fiatalok között meg várható, hogy esetleg valaki még gyesre megy. Szeptember 1-én tehát kinyílnak az óvodakapuk, és közel 350 gyerek népesíti majd be a város óvijait.
Lovas huszárok érkeztek Tolnára, akik a Mohácsi csatában részt vett II. Lajos seregének nyomvonalát járták végig. A zarándokút alkalmával a maréknyi elhivatott lovas tiszteletét tette az összes emléktáblánál. A szervezők a 2026-os 500. évfordulóra nemzetközi szintűvé szeretnék tenni az eseményt. Dobogókkal a kezükben, korahű öltözetben vonultak be Tolnára a lovas huszárok. A Mohácsi csata csatára való megemlékezés alkalmából tartjuk meg, most már 6. alkalommal. 2017-ben volt az első ilyen lovas zarándoklat, ami történelmi hagyományozók hajtanak végre, 2. Lajos király seregének nyomvonalán. És hát a célja az, hogy majd 2026-ra, amikor az 500. évfordulója lesz a Mohácsi csatának, létrehozzunk egy olyan nemzetközi katonai zarándokutat, ami megemlékezik a Mohácsi csatáról, illetve minden olyan katonáról, aki megtette a kötelességét és a hazáért harcolt, vagy akár nehogy Isten az életét áldozta érte. Maga a zarándoklatnak a gondolata az 1926-ból ered, akkor a Hadtörténeti Intézetnek az igazgatója, Akházi Kamil ezredes, a polgármester hivatalokkal együttműködve emléktáblákat helyeztek el a seregnek az útvonalán. Az egyik ilyen egyébként itt látható Tolnán, itt a Tolna megyében több helyen is, például a Vármegyeházán, Szekszárdon vagy Bátán is található ilyen. És ez az érdekessége ezeknek a tábláknak, hogy nem csak egy rövid kis tájékoztatást ad arról, hogy itt vonult el a sereg, hanem annál sokkal részletesebb, tehát bemutatja azt, hogy éppen akkor, amikor Tolnán állomásozott a sereg, akkor kik csatlakoztak hozzá, mekkora számmal növekedett a létszáma a seregnek, és hát azt is sajnos, azt az eseményt is, hogy amikor már a török vonult ebbe az irányba, akkor mikor érkezett ide a Mohácsi csata után. És hát a cél az, hogy ennek emléket állítva egy végső útvonalon, egy kialakított útvonalon, lóval, kerékpárral, gyalog, vagy akár vízi úton, kenuval, kajakkal végig lehessen járni azt az útvonalat, amit 500 évvel ezelőtt ezek a katonák végigjártak. A Mohácsi csata 500. évfordulójára már elkezdték a munkálatokat a szervezők. Még egyelőre az a közös gondolkodás szakaszában tartunk. Hát bízunk benne, hogy egy nagyon komoly új kiállítási anyag lesz, aminek az egyik alapja az a kutatási anyag, ami jelenleg is folyik a tömegsírok feltárásával, hiszen hogyha most lemegyünk például, akkor is lehet látni, hogy a 3-as számú tömegsír az nyitva van. Ugye 5 tömegsír van a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen, ebből a 3-as számú tömegsír nyitva van, pont most ősszel folytatják majd a feltárását a Janus Pannonius Múzeum régészei és a Szegedi Tudományi Egyetem antropológusai. Már most, hogy fölnyitották a sírt az elmúlt 2 évben, nagyon gazdag leletanyag és nagyon gazdag tudományos anyag gyűlt össze, és hát ebből pedig reményeink szerint egy izgalmas, különleges kiállítási anyagot lehet majd összeállítani a nézők, látogatók számára. Az idei felvonuláson a Tolna megyei Rádió Zsef huszárbandérium tagjai vettek részt, de az útvonal során bárki csatlakozhatott hozzájuk, akár csak pár kilométer erejéig is. A bandérium tagjai az attól függen, hogy melyik szakaszon, azért 6-an, 7-en mennek, de a csapat létszáma az mindig földúzott 15-16 főre is akár, attól függ, hogy melyik szakaszon, és van, amikor csatlakoznak hozzájuk egy etapon, van, amikor akár többen is, van, amikor kevesebben, és hát a teljes létszám, amikor leszoktak érkezni az emlékhelyre, az olyan 15-16-17 fő. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a terveink szerint ez egy nemzetközi katonai zarándokút lesz, hogy ne felejtsük el, hogy ebben a csatában nem csak magyarok harcoltak a keresztény sereg oldalának, hanem lengyelek, csehek, németek, osztrákok, szerbek, horvátok. Tehát mindenképpen legalább ennek a 7 nemzetnek a képviselőit 2026-ra szeretném meghívni itt a megemlékezésre, de természetesen mindenkit, aki akkor fontosnak tartott ezt az ügyet, hogy védjék a keresztény Európát. Emléktábra koszorúzáson is részt vettek a Tolnára érkező lovas huszárok, akik a Mohácsi csata előtt tisztelegbe vágtak neki a zarándokútnak. Évről jövünk le Mohácsra 6 nap alatt a Nemzeti Parknak a színeibe, és ahol táblát állított II. Lajosunk, akkor ott mindenhol megállunk, ahol csapatok gyülekeztek, és így mentek le a Mohácsi csatába. Próbálunk mindent megtenni, hogy hűk legyünk ehhez a korhoz. Mindent megteszünk. Napi szinten 35-40 kilométereket megyünk. Itatunk a Dunából, ha le tudunk menni, azért vödrökkel, mindennel készülünk, vizet viszünk magunkkal.
Örülünk, hogy részt vettünk ezen a túrán. Szabadidőnket áldozunk fel erre, de örülünk, hogy részt vehetünk ezen a... Nekem felemelő ez. Az ünnepség után a nézők közelebbről is megtekinthették a huszárok öltözetét és lovait. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!